Én nagyon szeretem azt, amikor külföldre kimegyünk, és pont ugyanolyan bunkok vele, mint bárki mással. Most konkrétan azért fogyózom, hogy Thaiföldön tudjak zabálni. Nem tudom, hallottad el, Kajdi Csaba kihívott téged a Starbucksban? Igen, eljutott hozzám, hogy a Cila kihívott. Nem tudom, hogy ez a korral jár, Csabikám, de emlékezz vissza, hogy mi már egyszer verekedtünk egymással. Mondjad. Nem mondjad. Nem mondhatom. Azt mondta, hogy a Király Viktorral, meg az Ámbó Krisztiánnal tenne össze engem. Nyali üdvözletem mindenkinek, áldassék a gyümölcs, ez itt a blik.hu, és ezúttal velem és az én drága férjemmel fogunk egy pár percig beszélni nektek, úgyhogy mindenképpen érdemes lesz velünk tartani. Tehát közel 3 hónapja, hogy már hivatalosan is házasok vagytok. Milyen a házas élet? Valóban csak egy papír, vagy tényleg több felelősséggel jár ez? 8,5 éve gyötörjük egymást. Nem volt az, hogy az esküvő másnapján felébredtünk, és Úristen, ez mennyire más. Tehát igazából ez nekünk több szempontból is fontos volt, hogy ezt a lépést megtegyük, de azt gondolom, hogy a kapcsolatban, vagy érzelmekben lényegi változás az már nem tud történni. Vagy hát ki tudja, ha jön egy szebb, egy fiatalabb, akkor... Csak akkor. Igazából annyi volt, hogy végig dolgoztuk az egész nyarat, és az esküvő előtt, illetve esküvő után volt egy hetünk, ami teljesen más volt, nyilván azért, mert nem dolgoztunk. És az így tök jó volt megélni azt a normális, vagy hogy is mondjam, mindennapi emberek által elképzelt kis én időt, hogy volt így egymással foglalkozunk. És akkor éreztem én azt, hogy hú, te jó, milyen hálás élet, csak rájöttem, hogy ez nem az, hanem ez az, amikor nem dolgozunk. Ez a szabadság. Amikor nem dolgozunk. Igen. Sokak által ismertnek gondolt ember vagyok itt. Van, aki szerint celeb, van, aki szerint híresség. Tehát, hogy az, hogy nekem milyen a helyzetem itthon, és az, hogy bármilyen más LMBT plusz személynek milyen a helyzete itthon, azt nagyon nehéz megítélni, vagy nagyon nehéz elmondani. Hát engem nyilván nem köpnek le, vagy viszonylag ritka az, amikor homofóbiával szembesülök mondjuk egy szolgáltatónál, mert őnek inkább az, hogy megtudják, hogy ki vagyok, és akkor inkább próbálnak kedvesebbek lenni, hogy nem azért kapok több tejszínhabot a süteményem mellé, mert hogy meleg vagyok, vagy hogy mert nem vagyok meleg, hanem inkább azért, mert van több 100 000 feliratkozóm, és tartanak ettől a szolgáltatók. Hozzáteszem, hogy ettől nekem már heróton van sokszor. Tehát, hogy én nagyon szeretem azt, amikor külföldre kimegyünk, és pont ugyanolyan bunkok vele, mint bárki mással, pont ugyanolyan szarkaját kapok, mint bárhol máshol, pont ugyanolyan, mert komolyan, sokszor, mert tényleg nem tudom azt, és mindig gyanakvóan ülünk le valahova, és akkor nem tudjuk, hogy ez most minek szól. Így nagyon nehéz megítélni egy szolgáltatást, nagyon nehéz megítélni egy helyet. Tök jó, hogy ennyi követünk van, és ekkora média personája van a Zsoltinak, és ilyen sokan mögötte vannak. Ez azt is jelenti, hogy nyilván ezt nyilvánosság elé kell tenni, és nekünk is harcolni kell az ilyen az LMBTQ jogokért, és nyilván ezért is volt az a pont, hogy akkor szeretnénk úgymond összeházasodni, szeretnénk ugye ezt a törvényi kereteken belül véghez vinni, és bejegyzett életesítési kapcsolatba kerülni, és szerintem ez nagyon fontos, hogy irányt mutassunk, hogy van erre lehetőség. Igen, ezt szeretik elhallgatni, és szereti elhallgatni a kormány, tehát hogy most az van ugye, hogy a házasság az csak a hateróki, a család az csak férfinő gyerekek, közben pedig van egy törvény adta lehetőség itt Magyarországon, hogy két férfi vagy két nő is a házassággal azonos jogokkal megegyező bejegyzett élettársi kapcsolatot kössön. És ez tényleg nagyon fontos, hogy a házassággal majdnem mindenben megegyező, hogy egy gyermekörökbe fogadást kivéve, illetve a névviselés jogát szokták még ide tenni, de hát a névviselés jogát, tehát a születési nevedet az bármikor megváltoztathatod, bármire tulajdonképpen, nem bármire egy bizottság dönt arról, hogy mi legyen neked a neved, de hogy ezt szeretjük elfelejteni egy kicsit, hogy nekünk erre van egy lehetőségünk, és ezért, hát ez nyilván nem ez volt a fő cél, tehát nem akarunk ilyen, nem tudom, mindenképpen ilyen jogi aktivistáknak, meg harcosoknak tűnni, hogy mi csak azért házasodtunk össze, hogy
lássák nem, az emberek, hogy ezt lehet. Meg kell mutatni. De hogy ez benne volt, és azért választottuk azt, hogy nem titkoljuk el, és azért mutatjuk meg, és azért beszélünk róla, mert hogy tessék ezt meglépni. Tehát, hogy ez semmi, besétálsz az anyakönyvvezetőhöz, rendesen ugyanúgy anyakönyvi kivonatot kapsz róla, tehát rendesen ugyanúgy megvan arra a lehetőséget, hogy pontosan nálunk is anyakönyvvezető vezette el az egészet. Így van, tehát nekünk sem szertartásvezetőnk volt, nekünk sem egy, nem tudom, egy füzetett statiszta, hanem kijött a hivatalból, és rendesen egy anyakönyvvezető az anyakönyvvel ott megkötötte a mi házasságunkat, ami hát hivatalosan bejegyzett élettársi kapcsolat, de hát nekünk ez házasság. Zsoltit nem kell bemutatni, szerintem elég szabad szájú, és tényleg kiállsz mindig a véleményedért. Milyen vele az élet otthon? Hát igazából... Szépen ezt nézd, hogy fogja. Na mondd el, Husi, milyen velem együtt élni. Hát... Mert lelöklek a székről. Jaj, Zsolt. Nyugodt, teljes mértékben nyugodt. Igen. Visszakedésmentes. Könnyű, egyszerű. Igen. Minden rendben van. Igen. Minden a legjobb. Igen. Így, szeretünk így, zsoltárokat énekelni otthon, Bibliából idézni. Igen. Igen. Így van. Igen. Pontosan. Igen. Látszik. Mondjuk azért nagyon mostoha helyzet lenne. Soha nem értettem. Két dologgal soha nem tudok egyetérteni, amikor valaki a szexuális életét teregeti ki, akár egy bulvárlapnak, akár bárhova az ég egy adta világ, hogy kivel, hol, mikor, hányszor, miért és mit csinál. A másik meg az, amikor a balhéjukat. Tehát most nagyon meglepődtem volna, Patrik, így. Hát tegnap is, amit csináltál, tudod, aha. Na, mit csináltál tegnap? Tegnap egyébként szerintem pont semmit. Tegnap pont semmit. De tegnap előtt biztos volt. Igen, tehát hogy azért minden másnap. Jó, azért ez egy vice versa helyzet, halóka. Tehát azért tehát mi az a pár vagyunk, tehát a Patrik az elmúlt 8 év alatt tökéletesre fejlesztette azt, hogy bárminek a végén ki tud engem hozni hibásnak, de bárminek. Tehát, hogy kijövünk ma... És te is belátod akkor a végén, hogy ma lehet. Nem, de már ő is elröhögi magát. Hát már ő is tudja, hogy hazudik. Hát kijövünk, esik a hó. Kurva jó, tényleg. Gondolom erről te tudtál. Igen, semmi baj. Hát végül nem is volt és ilyen. De nem, csak most egy példát mondok, ja. Hogy, és a végén eljutunk odáig, hogy én rázom a dunyhát, nem a hullanyó, érted? Tehát, hogy azért durva, de... Érdekes személyiség vagy. Ja, igen, én. Igen, hatalmas olaszos vitáink vannak. Mindig azt gondolom, amikor végzünk, akkor mondom, hogy ön szerintem mit gondol a szomszéd, hogy élünk még, vagy hogy mi lehet? Igen, vannak. Meg maradtak-e még a bútorok? Igen, van, de hogy vannak olaszos vitáink, de hát ezek soha nem abban gyökereznek, hogy szeretjük a másikat. Tehát, hogy ezek tényleg olyan nyúlszi dolgokat tudnak kipattanni. Hát igazából nyilván, hogy együtt dolgozunk, igen. Persze, meg hogy együtt dolgozunk, és nyilván egy apró kis történet, hogy úristen, most nem küldtem el egy e-mailt, vagy nem küldött el egy e-mailt, és ezen hatalmasat veszekedünk, de tényleg, és így aztán a végén... Mert egy dolgod volt. Egy dolgod volt, igen. De a végén te leszel a hibás. Persze, hát azért nem küldte el az e-mailt, mert én nem tudom, szóltam neki, vagy hogy én... Tehát, de mondom mindenből ki, a végén úgyis az van, és már így ránézek, és már látom, amikor így forog a fogaskerik a fejében, hogy gondolkodik, hogy ez most nagyon nehéz lesz, na ebből hogy hozom őt ki, megoldja. És talán egyébként, én szerintem meg is merem kockáztatni, nagyjából az egyetlen ember, aki olyan szinten föl is tud, nem még a nővérem, de ő aztán olyan szinten föl tartva a Patrik, olyan szinten fel tud idegesíteni, teljesen kifordulok magamból. Tehát én alapjáraton nem szoktam ordibálni, meg nem szoktam kiabálni, de ő, figyelj, és látom rajta, hogy tehát ez kiprovokálja, tehát nézi azt, hogy mikor jutunk el arra a szintre, amikor engem teljesen. Persze. És mint akkor, az agymanokban, tudod? Igen, és akkor igen, te vagy a bánat. Addig szerintem, vagy addig én azt gondolom, hogy nincsen nagy bajom, eddig ezeknek a vitáknak nem az a, nem az, a, az alap, alaptézis, vagy az, a, az az alap problémája, hogy már nem szeretjük egymást. Ha igen, akkor szerintem akkor már nem is veszekednénk. Amennyiben Magyarországon, az otthonunkban, a szülőhazánkban, amihez 1000 millió szálon kötődünk és vagyunk becsatornázva, ha Magyarországon nem tudunk családot alapítani, akkor megtesszük külföldön. De ez nem egy fenyegetés, hát ez nem egy zsarolás, hát ez, sőt, hát ez önzés. Hát itt hagyom az országot, máshol fogok majd adót fizetni, azért, hogy nekünk lehessen gyerekünk. Tehát ez azért nem egy nagy megoldás. Mások azért mennek külföldön, többet keressenek. Tehát, igen. Hogy most így... Volt, aki szerint az esküvői képen csak szét, vagy 30 kilót leretusáltak rólam, ez nagyon kedves komment volt. Nem retusáltak le 30 kilót, 13-at lefogytam, úgyhogy nem értem ezt. De mindegy, és most hát fogyókúra, de a fogyókúrának van egy nagyon nemes célja, ugyanis január
közepén ismételten Dél-Kelet-Ázsiába utazunk egy hosszabb időre. Mi ugye végig dolgozunk a nyarat, végig dolgozunk az egész évet, ezért nekünk ilyenkor van lehetőségünk egy hosszabb időre, ha elmenni. Most én konkrétan azért fogyózom, hogy Tájföldön tudjak zabálni. És az van, hogy... Milyen bölcs. Igen. Nem a jelenlegi ez akarok még hozzáhízni egy 5-6 kilót, hanem azt előtte le akarom adni, és akkor majd ott... Lesz nem ulas, igen. Ráadásul ugye februárban műtenek, lesz egy ilyen egészségügyi beavatkozás, és addig... Hú, ebben az interjúban mennyi cikk le fog jönni. Igen. Egészségügyi probléma, igen. Osváth Zsolt súlyos az állapot, a műtétre készülnek. Igen, nem, egyébként a epehólyagomat el fogják távolítani, mert tele van epekővel, és van egy ilyen folyamatos görcs, de nem epegörcsön van, hanem egy ilyen folyamatos nyomás van a hasonban. Azt mondta a doktor úr, hogy 20 kilót le kéne adni, ekkor mondtam neki viszont látásra, köszönöm, én nem izé azért jöttem ide, hogy megalázzanak, hanem hogy meggyógyítsanak. Majd utána mondta, hogy és a zsíros és fűszeres ételeket el kéne kerülni. Mondom, hát maga belém lát, hát nekem ez az étrendem. Úgyhogy én az a fiú vagyok, aki nem egészségügyi okokból dagad, hanem azért, mert zabál, és én ezt nagyon büszkén vállalom, nem is büszkén, de vállalom. Kiderült, hogy meg annyi ilyen másfél centis epekövem van, ami, hogyha vezetékbe kerül, elzáródik, hasnyálmirigy gyulladás van, meghalok, és minden bajom lesz, úgyhogy Tájföld utára. Osváth Zsolt akár meg is halhatok. Igen. Meghalhatok, bármikor meghalhatok, segítség! Szóval, de egyébként jelzem, ti is bármikor meghalhatok. Úgyhogy igen, és akkor el fogják távolítani az epehólyagomat, annyi benne a kő, hogy azt már nem zúzzák meg, hanem eltávolítják. Ez elvileg egy ilyen kisebb műtét, azt mondták, hogy nem fognak vágni, a rutin műtét, úgyhogy nincsen probléma. De előtte jól lefogyok, hogy utána visszahízhassak. Hát, életem egy mondatban. Még a karácsony előtt körbe járjuk, igen, itt Pest megyét és az ország 3-4 medéjét, ahogy minden évben szoktuk egy ilyen kis terautóval, és visszük az adományokat. Na ez viszont nagyon-nagyon megterhelő, és nem is az a rész, hogy kiveszed a csomagot, az odaadott, hanem lelkileg a gyerekek elképesztően. Tehát amikor ránézek, és ez az egész életemben erre vágytam. Szóval, és próbálsz nem sírni előtte, szaladsz vissza a kocsiba, hogy lássa, hogy sírsz. Igen, van egy hatalmas nagy jótékonysági akciónk, de ez minden évben van, egész évben szokott lenni, de a karácsonykor ez tényleg óriási kereteket ölt, mert több megyébe nagyon sok emberhez ellátogatunk. Igen, úgyhogy ez... ezzel még sok is a dolog, ezt most szorongni kezdtem, hogy ezt felhoztad, köszi szépen. Nem tudom, hallottad el, Kajdi Csaba kihívott téged a Starbucksban a következő évadra. Először is hozzád az a kérdésem, hogy üzennél-e neki valamit így hivatalosan, hozzád pedig az, hogy engednéd-e a Zsoltit, hogy boxoljon egy jót. Kezdjük veled, hogy engednéd-e egyáltalán. Ja, ez nagyon vicces, mert elkezdtünk beszélni erre, hogy hú, Zsolti, akkor... Nem, te kezdtél el erről beszélni, mert lejött a cikk a Blikken, hogy mennyit lehet ezzel keresni, és ő már lökött ki. Na, indulsz edzeni. Tehát, hogy bármikor szétveretni a fejemet. Akkor azért fogod. Igen, már elkezdett időben készülni erre. Na, úgyhogy mondjad a véleményed. Nem, semmi igazából. Tehát, ha ő szeretné, akkor nyugodtan menjen. Én támogatom akkor is, és támogatom akkor is, hogyha nem szeretne menni. Tehát, hogy de szerintem a fizikuma, illetve a karakter, illetve a vére, az megvan ahhoz, hogy boxoljon. Meg ugye nem elhanyagolható az a pár millió forint, amit ezért lehet kapni. Igen, eljutott hozzám, hogy a Cila kihívott. Nem tudom, hogy ez a korral jár, Csabikám, de emlékezz vissza, hogy mi már egyszer verekedtünk egymással. Amikor meg az egy kanapén kezdődött, akkor az egy kanapénnak volt az egy kanapén, és az egy kanapén kívül része, és én elvittem a Cilát MMA-zni. Uh-huh. Tehát ott ütöttünk, rúgtunk, tájboxolni? Tájboxolni, akkor elvittem a Cilát, tényleg, mert az Antoanékhoz mentünk. Igen, rúgtunk, csíptünk, haraptunk, nagyon-nagyon vicces volt, tehát hogy mi már egyszer a Cilával verekedtünk. Tehát egy visszavágóra gondolt. És lehet, hogy most akkor ő egy visszavágóra gondolt. Cicaharcra szeretné, hogyha megkarmolnánk egymást. Azért ezt róla fontos tudni, és sokan elfelejtik, ugye, hogy hát azért nekem a gyerekkorom, fiatalkorom az azért arra predesztinál, hogy az intézetben sokszor kellett megvédenem magam, vagy sokszor kellett ugye az uzsonnámért harcolni, és ahogy szoktam volt mondani, szemmel láthatóan ezeket a harcokat én nyertem meg. Úgyhogy sokan elfelejtik, hogy
hogy azért nekem nyilván van egy előéletem, én már nagyon régóta nem verekszem, nem is így intézem el a problémáimat, és erre nagyon büszke vagyok, hogy ez a megváltozott. Egy ilyen Starbucks azért nagyon sok kérdést felvet bennem. Én azt gondolom, hogy jelenleg a testem egyetlen használható része az arcom, hogyha ezt szétüti valaki, nem gondolom, hogy a Cilla feltétlenül ő lenne erre a potenciális jelölt, de ha ezt bárki szétüti, annak annyira nem örülnék. Egyébként azt nem mondja el, de ő már azt is kitalálta, hogy nekem kivel kéne boxolnom, tehát ő már megmondta, hogy... Hát ez az adókapok idén nagyon megy, úgyhogy... Persze, tehát ő már elmondta. Na, mondjad. Nem, mondhatom. Nem, mondjad. Nem mondhatom. Azt mondta, hogy a Király Viktorral, meg az Ámbó Krisztiánnal tenne össze engem. És most nem tudom, hogy ez az alkatunknál fogva, tehát hogy nem tudom, hogy ez egy ilyen... Én nem erre gondoltam. Na nem? Igen, nem tudom. Egy mondatban lehet három embert megalázni, ez a Patrik kedvence. Igen. Na mondjad, akkor mire gondoltál? Ja, hát persze, igen. Na mindegy, szóval, hogy én Cilának azt tudom üzenni, hogy... bárhol, bármit, bármikor. A sarkon este nyolc, hogy 5 órakor várlak a Szökőkútnál. Úgyhogy ott tali, és hozd azt, amit mindig szoktál hozni, amikor mi találkozunk. Ez meg jelentsen bármit is, igen. Tulajdonképpen semmit. A betörés, ugye most nagyon-nagyon sok hír szól erről. Hogy álltok most, hogy áll a nyomozás, és ti hogy vagytok egy ilyen eset után? Nem jó. Nyilván az ember nem örülnek annak, hogyha valaki betör a házába, vagy akár csak a raktárába. Tehát, hogy akkor is kétségeket és kételyeket vél fel. Tehát, hogy így ott lakunk már nagyon régóta, és így soha az életben nem gondoltunk volna, hogy ez egyszer csak megtörténhet. Az a baj, hogy ez így megtörtént, és talán még nem is akkor, de az azt követő napok azok igazából átélni az, hogy nem vagy biztonságban, átélni az, hogy bármi történhet, akár hozzád is, az autóval, a kerttel, tehát hogy a kutyákkal, amikor nem vagyunk otthon, mert azért elég sűrűn előfordul, hogy dolgozunk, vagy én nem vagyok otthon, vagy Zsolt nem vagyunk otthon, vagy mind a ketten nem vagyunk otthon, nyilván akkor féltjük egymást, féltjük nyilván magunkat is, nyilván a felhalmozott értékeinket is. Mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk, ugye ez a raktárunkban történt, túl sok személyes dolog ott nincs, ott inkább az értékek vannak. Ezek pótolhatóak, tehát több milliós a kár, de ezek azért mégiscsak pótolhatóak. Tényleg maga az érzet. Tehát tényleg maga az az érzet, hogy valaki járt ott. Hogy olyan valaki, akit mi nem szerettünk volna, hogy ott járjon, járt ott valaki olyan, aki nem jó szándékkal járt ott, és szerencsére nem történt nagyobb baj, de ez tényleg csak a szerencsém múlott. Én azt gondolom, hogy jól vagyunk, tehát hogy... A feldolgozási időszak az ilyen szempontból megkezdődött, nem ezt teszik a mindennapokon, tehát nem rezzenünk össze minden hangra, de abban a pillanatban, ahogy valami motoszkál kint a konyhába, már rögtön nézzük. Hallottad? Te is hallottad? Mi van? És hát ugye a kutyáink azok nem feltétlenül alkalmasak betörőnek a megfogására, úgyhogy így magunkra vagyunk ebben a dologban maradva, de... Szomorú, szörnyű, szomorú, hogy ez megtörténhet, viszont összességében azt is mondtam, és most már ez úgy láttam, hogy ez ilyen idézett szállóigévé vált, hogy én tényleg azt gondolom, hogy bár ő károsított meg minket, mégis ő lett szegényebb, mert mi itt vagyunk, most éppen itt ülünk az éttermünkben, éppen akkor hazamentünk jó meleg lakásban, stb. Tehát, hogy mi itt vagyunk egymásnak, ő viszont ment a börtönbe, ment vissza a börtönbe, a nyomozás az úgy áll, hogy mi magunk tetten értük ugye a betörőt, akkor az ott egyiket. Az egyiket elfogtuk, ő rögtön elmondta, hogy ki a másik, én úgy tudom, hogy már őt is sikerült elfogni, tehát ők már ők le lettek tartóztatva, tőlük már nem kell félni, de ettől függetlenül az óvintézkedéseket megtettük, most már van kamera, riasztó, nagyobb biztonsági zár. Hát látjuk, nem csak egyedül vagyunk ezzel a helyzettel. Igen, tehát most többen írtak, hogy mostanában nem tudjuk pontosan, mi lehet ennek az oka. Mindenki, igen. Ne gondolja senki. Mi is azt gondoltuk, hogy ez velünk nem történhet meg. Megtörtént. Senki ne gondolja, hogy vele nem történhet meg. Nem gondolná rá. Egyáltalán nem számítottunk rá. Tehát ez tényleg teljesen letaglózott minket, és úgyhogy senki ne vegye ezt félváról. Nagyon fontos az, hogy ezt megelőzzük. Köszönjük, hogy megnézted ezt a blikkes videót, hogyha tetszett, akkor kérlek kommentelj, oszd meg, és persze iratkozz fel összes social csatornánkra, legyen szó Facebookról, YouTube-ról, TikTokról, vagy éppen Instagramról. Találkozunk legközelebb is!